jazzeszemet tudom. Azóta én énekelek, és érdekel a zene, tehát óvodában ugye a folyamatos anyáknapi fellépések, akkor biztos, hogy én énekeltem kisiskolás koromban is. Az olasz liszkai énektanárom figyelt föl arra, hogy nekem talán van hallásom, és szólt a szüleimnek, hogy hát esetleg be kéne, hogy írassanak zeneiskolába. Tanár és kamaraművészi diplomám van, de az éneklés az mindig is egy olyan dolog volt számomra, amire mindig úgy vágytam. Tehát a klarinétozás mellett mindig jártam különböző énekkarokba, Miskolcon a Forrás kamarakórusba például, vagy amikor felkerültem Budapestre főiskolára klarinét szakra, akkor mellette elkezdtem magánéneket tanulni, aztán végül is kikötöttem Bakos Kornéliánál, ő a mostani jelenlegi énektanárom is. A templomi éneklés, illetve azon oratórikus éneklés pedig hogy került előtérbe? Pont az énektanárom kapcsán, mert hogy annak idején a Gion Zsuzsival együtt jártunk a Bakos Kornéliához énekórára, és hát a Virág Andrásék kerestek énekest az énekkarba, aztán később ugye szólókra is, és hát kértek, hogy akkor jöjjek már és segítsek, és tulajdonképpen innen jött ez az egész milliővel való megismerkedés, meg az Andrásékkal való megismerkedés. A zenei szerelemnek tulajdonképpen fővágánya, mert most már gyakorlatilag szinte az aktív zenélésemet ez tölti ki, templomi énekesként, illetve oratórikus énekesként működöm leginkább, úgyhogy ezt Andráséknak köszönhetem. Közeljövőben lesz majd a János Passió, amiben énekelni fogok, ez majdnem minden éven van, és az nagy várakozással szokott eltölteni engem, főleg így a húsvét előtti időszakban, mert ugye az általában a húsvétot megelőző nagy kedden szokott lenni az a koncert, úgyhogy ez ebben az évben sem lesz másképp. Nagyon-nagyon nagy szeretettel jövök mindig ide a Bazilikába énekelni, bármilyen formában, ez lesz ezen az éven is. Mozart Requiem, egyéb orgonakoncertek, ahol énekesként működhetek majd közre, illetve a Belvárosi templomban is lesznek hasonló koncertek.